Alaposan átalakult a nyári szünetben a Kisvárda kerete, a legutóbbi bajnokságban szereplők közül 9-en távoztak, és 9 új játékos érkezett. A szezon első edzéséről 2-en igazoltan hiányoztak, a pánamerikai játékokon aranyérmes Brazíliát erősítő Samira Rosa és a papírjait intéző Maria Garbuc csütörtökön csatlakozik a többiekhez. Az első hét orvosi vizsgálatokkal és ráhanguló edzésekkel telik majd, a folytatásban aztán már keményebb tréningeket vezényel a csapatnak Máté Fieszter szakmai igazgató. Sikerült klasszis játékosokat, válogatott szintű játékosokat, válogatott játékosokat igazolni, és nem megbántva az eddigi társaságot, vagy az előző csapatot, de azért ők egy teljesen más szintet képviselnek a női kézilabdában. Hát elsősorban megint a védekezésen lesz a hangsúly, egy kemény védekezés, több védekezési rendszert szeretnénk elsajátítatni a lányokkal, és ebből hát a mai modern kézilabdának megfelelő gyors játékot szeretnénk játszani. Minden feltétel adott, mert hogy azért most innen sikerült sokkal célirányosabban igazolnunk, tavaly kényszerhelyzetben voltunk, most viszont sikerült igazolni, és tényleg május végére, június elejére összeállt a keretünk. A válogatott kapus Triffa Ágnes a legutóbbi szezonban Békés Csabán szerepelt. A 30 éves játékos klubváltásában nagy szerepe volt Máté Fieszternek, akivel korábban már dolgozott együtt a Hálóőr. Nagyon komoly célokért küzd jövő évben, meg utána lévő években is a Kisvárda. Nagyon tetszett a koncepció, amit felvázoltak számomra, és elsődleges szempont pedig, ami számomra nagyon fontos volt, hogy Máté Fieszterrel már dolgoztam együtt junior válogatottba, felnőtt válogatottba és Dunaújvárosba is klubedzőm volt. A tavalyi bajnokság gólkirálya, Triscsuk Krisztina eddig nem sok pozitív élménnyel gazdagodott Kisvárdán, de bízik abban, hogy a következő két évben sok sikerben lesz része. Emlékszem, hogy nagyon sokan voltak a meccsen, emlékszem, hogy kikaptunk is. Ez nem volt jó bennem, ilyen benyomások, de most már itt péntek óta is nagyon szimpatikus az egész. A Kisvárda augusztus 25-én, 26-án felkészülési tornát rendez a Békés Csaba, a Zila és a Mihalovce részvételével. A várdaiak Zilahon és Mihalovcén is pályára lépnek egy tornán, plusz még két edzőm is szerepel a programban. A bajnokság első fordulóját szeptember 10-én rendezik a Kisvárda, nyitányon a Vácot fogadja.